1975-ben húsvét vasárnapja olyan volt, mint a többi húsvét. A gyerekek tojásokat festettek, az édesanyák pedig készítették az ünnepi menüt, a családok felöltöztek szép ruhába, hogy részt vegyenek a reggeli Isten tiszteleten. A Ruppert család számára boldogan indult a nap. Egy korai Isten tiszteleten együtt imádkoztak. Majd a 635 Minor Avenue szám alatt gyűltek össze Hamiltonban, egy középosztálybeli közösségben. Ám ami azon a délutánon történt, 1975. március 30-án úgy vonult be a történelembe, mint a leghalálosabb lövöldözés egy magánházban az Amerikai Egyesült Államokban. Zord és nyugtalanító érzéseket hagyott maga után. James Urban Ruppert 1934. március 29-én született. Gyermekkora keserves volt, édesanyja Charity gyakran hibának nevezte, mert lány szeretett volna. Édesapja Leonard hirtelen haragú, erőszakos ember volt, kevés időt töltött a gyermekeivel. 1947-ben halt meg, amikor James 12 testvére Leonard Jr. 14 éves volt. Leonard Jr. lett a család feje. James rosszul teljesített az iskolában, kevés barátja volt. 16 évesen annyira boldogtalan volt otthon, hogy öngyilkosságot kísérelt meg úgy, hogy felakasztotta magát egy lepedővel. De nem fulladt meg, életben maradt. Ahogy teltek az évek, úgy erősödött benne a neheztelés a bátyja iránt. James 2 év után otthagyta az egyetemet, Leonard pedig villamosmérnöki diplomát szerzett. A helyzetet rontott, hogy Leonard feleségül vette James azon kevés barátnőjének egyikét, akivel 8 gyermeke született. Leonard vezetőbeosztásban volt a General Electricnél, míg James 41 évesen az anyjával élt és munkanélküli volt. Eközben nagy összeggel tartozott Leonardnak és folyamatosan ivott is. Édesanyjuk csalódott volt amiatt, hogy képtelen megtartani a munkahelyeit, ezért azzal fenyegetőzött, hogy kirakja otthonról. Március 29-én, James szülinapján a szemtanúk később arról számoltak be, hogy látták őt egy magnummal konzervdobozokra lövöldözni a Great Miami folyó partján Hamiltonban. Később este kiment, és egy koktélbár alkalmazottaival beszélgetett. Lehangolt volt, és mesélt az otthoni dolgokról, hogy sokat veszekednek az anyjával. James azt mondta, hogy meg kell oldania a problémát. Aznap este 11-kor elhagyta a bárt, majd később visszatért. Arra a kérdést, hogy megoldotta a problémáját, azt válaszolta, nem, még nem. Majd zárásig maradt, egészen hajnali 2-ig ivott. Húsvét vasárnapján Leonard és családja, felesége Alma és 8 gyermekük elment meglátogatni a nagymamát. James az emeleten maradt, próbálta kipihenni az éjszakai italozást, míg a gyerekek húsvéti tojásvadászattal foglalták le magukat az udvaron. Utána bementek, a Nagyi, Alma és Leonard addig az ebédet készítette, majd tálalta. A gyerekek a nappaliban folytatták a játékot. Délután 4 körül James felébredt, majd felfegyverkezve egy magnummal és egy puskával lement a lépcsőn. Belépett a konyhába, azonnal lelőtte Leonardot, Almát és az édesanyját. 3 gyermek szintén a konyhában tartózkodott. David, Teresa és Carol őket is kivégezte. James ezután a nappaliba rohant, ahol megölte unokahúgát Ant és 4 megmaradt unokaöccsét. Harmadik Leonardot, Michaelt, Thomast és Johnt. Minden áldozatával úgy végzett, hogy először egy megsebesítő lövést adott le, majd fejbe vagy szíven lőtte őket. A mészárlás kevesebb, mint 5 percig tartott. James 3 órán át ült a házban, mielőtt kihívta a rendőrséget. Amikor megérkeztek, a bejárati ajtó előtt várta őket. A rendőrség Vágóhídnak nevezte a helyszínt. Annyi vér volt mindenhol, hogy a padlódeszkákon keresztül az alak sorba csöpögött. A gyilkosságok sokkolták a helyi kisközösséget. S országszerte a címlapokra került. Akik ismerték James, soha nem hitték el, hogy képes ilyen szörnyűségekre. Csendes, szerény ember volt, és tökéletes szomszéd. James letartóztatták, és 11 rendbeli súlyosan elkövetett emberöléssel vádolták. Nem volt hajlandó válaszolni semmilyen kérdésre, és nem volt együttműködő.
Az ügyészek úgy vélték, hogy azt tervezte, hogy őrültségre hivatkozik, majd miután úgymond meggyógyult, szabadon engedik, hogy 300 ezer dolláros örökség üsse a markát. Az eredeti tárgyalást Hamiltonban tartották. A három bíróból álló testület bűnösnek találta 11 rendbeli gyilkosságban és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Félrevezető eljárást hirdettek és egy második tárgyalást rendeltek el Findlayben, Ohio államban. Mivel úgy döntöttek, hogy James nem kaphat tisztességes eljárást szülővárosában. A második per 1975. júniusában kezdődött, újabb ítélet született. 11 egymást követő életfogytiglani börtönbüntetés. James fellebbezett és 1982-ben új pert indítottak. Hugh D. Holbrook védőügyvéd, aki meg volt győződve arról, hogy ügyfele őrült, személyesen finanszírozta szakértő pszichiáterek felvételét az egész országból. Július 23-án egy másik három bíróból álló testület két rendbeli elsőfokú gyilkosságban is bűnösnek találta James-t. Anyja is testvére, de a másik kilenc vádpontban őrültség miatt nem találta bűnösnek. Minden egyes bűnös miatt egy életfogytiglani börtönbüntetést kapott, amelyet sorozatban kellett töltenie. 1972 és 1976 között az Egyesült Államokban felfüggesztették a halálbüntetést, az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának függőben lévő döntése miatt, így James nem lehetett halálra ítélni bűnei miatt. James az Ohio állambeli Limában található Ellen Oakwood büntetés végrehajtási intézetben börtönözték be. 1995-ben kapta meg első feltételes szabadlábra helyezési tárgyalását, de a szabadlábra helyezését megtagadták. Majd 2015-ben újra próbálkozott, de akkor is elutasították. 2019-ben a Franklin Medical Centerbe költöztették hanyatló egészségügyi állapota miatt. Majd 2022. június 4-én természetes okokból halt meg a Medical Centerben. Rupert 88 éves volt halálakor. Egy évvel a mészárlás után a házat megnyitották a nagy közönség előtt, és annak teljes tartalmát árverésen értékesítették. Ezt követően kitisztították, újra szőnyegezték és bérbeadták egy új családnak. A családnak fogalma sem volt az ott történt mészárlásról. Az új család később elhagyta a házat, azt állítva, hogy hangokat és más megmagyarázhatatlan zajokat hallottak. A hosszú évek során a családok be- és kiköltöztek folyamatosan. Mindannyian olyan furcsa jelenségekről és hangokról számoltak be, amelyeket nem lehetett megmagyarázni. A ház évekig elhagyatott volt, de az utolsó család, aki beköltözött, semmi különösről nem számolt be, a mai napig ott élnek. Talán végre elhalványult az 1975-ös sokkoló események vízhangja, amely sokáig úgy tűnt, hogy kitörölhetetlen nyomot hagyott a házban. Talán közel 50 év után végre békében pihált a Rupert család lelke. Ez lett volna a húsvét vasárnapi mészárlás története. Ha tetszett a tartalom, kérlek dobj egy lájkot és nyugodtan iratkozz fel, ha még nem tetted meg. Ne feledd a kis harangot sem, hogy első közt értesülj a legújabb videókról. Kommentben bátran írjátok le, mi a véleményetek az esetről. Továbbá légy csatornatag, ahol exkluzív tartalmakat érhetsz el, valamint élhetsz a szuperköszönet lehetőségével is, amit a videók alatti sávban találsz meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!